No, akkor készíts egy dokumentumok mappán belül egy webszerkesztés mappát, vagy használd a dokumentumok mappát, de én az agyalom, hogy jobban jársz, hogy csinálsz egy webszerkesztés mappát, és készítsük el az első index HTML állományodat. Kattints jobb egérgombbal az üres területre, választ az új szöveges dokumentum menüpontot. És egyszerűen mondd azt, hogy index, de a TXT kiterjesztés helyett pont HTML legyen a kiterjesztés. És üss Enter. Végrehajtod a módosításokat? Igen. És már is készen vagy az index HTML-ben. Azonban, ha ez nem sikerült ilyen egyszerűen, akkor valószínűleg nem láttad a kiterjesztését az állománynak. Ezt úgy tudod megoldani, hogy a nézetmenüben a fáj kiterjesztések előtt pipát raksz, és akkor minden állománynak, aminek van kiterjesztése, látni fogod a kiterjesztését. Tehát még egyszer, nevezd át kiterjesztésestül az új szöveges dokumentumot index.html-re. Gratulálok!